Hello, sziasztok! Itt vagyok az Anver 2 magánszállásán. És hát nézzétek meg most ezt a videót, ami a jelenlegi helyzetet mutatja. Ide várlak bennetek. Van egy ilyen kis cuki kis hálószoba. Most jelenleg ilyen szíves kis dizájn. Van egy projektor, illetve van hozzá egy okosító. Itt mögöttem található a kis, hát a jacuzzi. Van itt egy fürdőszoba, egy WC, egy zuhanyzó. És haladjunk tovább. Megyünk tovább itt a nagy szobába. Ebbe a nagy szobába többen is el tudnak ugye férni. Mögöttem van egy nagy kétszemélyes ágy, illetve egy heverő. Ezeknél a heverőknél vannak az takarók, illetve az ágy, amik majd kihegyezve igény szerint kell alkalmazni. Van egy sarok kiülő, ugye ez itt a tévével szembe, itt egy nagy képernyős okos tévé van, itt lehet kártyázni, enni, illetve beszélgetni. Ugye egy kis heverő, van egy babaágy is, ami mozgatható, van már klíma is, amit szintén lehet használni. Persze, hogy ezek plusz költséggel rendelkeznek. Ha tovább haladunk, itt van egy ilyen kis gyerekszoba, ahol a gyerekek tudnak játszani. Nyáron, télen, teljesen mindegy, ha kicsit rossz az idő vagy a hangulat, akkor bejönnek ide, és különböző játékokkal tudnak itt játszani, tudják eltölteni az időt. Van egy kis konyha, ebben a kis konyhában van egy hűtő, egy mikro, illetve egy hőlékkeveréses kis sütő, egy egyszerű gáztűzhely, illetve mosogató, valamint vannak edények, lábosok, van egy mosdó, pontosan egy plusz WC. Most kimegyünk, hogy nézzünk körbe, hogy kint mi látható. Ilyen közel vagyunk tulajdonképpen a vízparthoz. Ahogy kifordulunk, a gyerekek azonnal tudnak itt tovább homokozni, játszani, míg a szülők tudnak horgászni. Egészen ugye a stégnek, a stégtől, hát mondjuk, hogy ott a hátsó részig tart a terület, amit itt a szállással lehet igényelni. Van itt egy kisebb játszótér is. Mondjuk ezt a játszóterét inkább annak mondom, hogy lehet csúszdázni, hintázni, mászókázni, illetve ki lehet feszíteni egy kis tollas röplabda pályát. Még mondjuk az apuka itt horgászik. Szóval ezt az egész nagy területet meg lehet kapni. Ebbe az évbe bevezetésképpen most csak 50 ezer forintért, amiben benne van a területen lévők, a terület használóknak a sporthorgász területi engedélye is, szóval nem kell napi jegyet váltani. Ez már mind fedezi. Várlak benneteket itt Tiszakécskén, az Anver 2 magán VIP horgásztavon. Nemrég lettek belerakva gyönyörű szép koi halak. Ja, és még amit mondtam, van itt még egy vízi bicikli is. Azt a vízi biciklit, azt lehet használni. Viszont nagyon fontos, hogy a vízi bicikliről horgászni, horgászkészséget, vagy bármi, ami horgászattal kapcsolatos, tilos. Hát akármerre járok, játékok vannak. A gyerekek mindig jól érzik itt magukat. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!